Oké, van meg. Akkor játszunk két menetet a druida paklival. Amint adjátok, túl sokat azért nem kockultam vele még. Nos. Ki lesz az ellenfelünk? Pam-param-param, és... most állsz valakit. Haha. Malfurion versus Rexxar. Egy Hunter, oké. Okay. Akkor ezt lehet, hogy nem vesztjük el. I must protect the wild. Mark of the Wild-ot kidobjuk, mert itt még nem lesz szükségünk buffra, és még nem is tudnánk használni. Oké, okay, Nomish Inventor. Egész jó kártya, és ugye húzunk is belőle valamit, oké. Okay. Szerintem első körben a Novice Engineer-ünket kinyomjuk, akkor még valamit ér egy 1-1-es talán, és húzunk belőle egy kártyát. És hát, hogy kiátszik egy Timberwolf-ot, vagy valami hasonlót, akkor azt tudjuk nyírni vele. Oké, egy Acolyte of Pain, még több kártyahúzás. Majd itt van egy Yetink, amihez remélhetőleg húzunk majd egy Wild Root-ot. Lehet, hogy következő körben azt játsszuk ki az Innervate-ünkkel. Egy rohadt hiéna. Ebben az esetben nem játsszuk ki a Yetit, hanem kinyírjuk. Mirát nem hagyunk a pályán, alapszabály. Nem Hunter ellen. Más ellen nehéz lenne. Na, mi van a kezedbe? A következő körben szerintem Acolyte of Pain. Nem olyan fontos, hogy olyan gyorsan kinyomjuk a Chilvin, de ilyet itt meg ezt ugye el is vesztegetne akkor egy manát. Na, meggondolkozom, annyit harmadik körben vagyunk. Valószínűleg valami nagy kombóra készül, hogyha ennyit gondolkozik egy lépésen. Addig portalon nyitom a fáját. Töröm. Majd búcsút a repülősárkányodnak. Nem tudjuk, leveszünk Gémoni kövelsárga lépekre, majd válszak. Pusztulj. Az istény sárga lépát akarok. Sárga, nem lila lépát. Tököt, zörni. Nem vagy nekem vannak lenni a tökeim, de attól függetlenül még sárga lépát akarok leveszteni. Remek, tökéletes. Na most már lép fel, amit. Nature will rise against you. Vagyis eddig lagolunk? Legyen is, hogy csak lagolunk, mint a fene. Nem tudom, hogy mitől. Ó, oh. Oké. Okay. Gondolkozik ez. Ez esetben még komolyan csak nem lépett. Nem kéne lassan végül lenni a körének? Itt lassan elkezdhetne már égni. Igen, tudom, látom, hogy gondolkozol. Szedjünk virágot. Ja igen, ez a game manipulált bokor. Na jó, váltsunk tökre. Aha. Játsz valaki az istenit! Holnapig itt ülünk. Harmadik körben vagy. Nem tudsz olyan baromi sokat lépni, csinálj valamit, te szerencsétlen. Na, gyerünk már! Egyébként nem kéne egy idő után véget érni a körének, mert letelik az ideje? Ami üzenem már lassacskán el kéne, hogy jöjjön. Na, ez az lép... Látom, hogy gondolkozol az. Gyerünk! Will rise against you. Hát akkor kényelembe helyezkedek. Iszok egy pohár teát, egészségetekre. És még mindig hűnök. Kibaszott hűrdongó.
javítani, csinálj már valamit a szerencsétlen. Itt az idő. Gyerünk már! Zörgök a füledbe. Sajnálom, hogy nem hall. Na gyerünk, lépj már valami. Oké, okay, béta az béta. Szerintem visszatérünk, amikor lép valamit, oké? Okay? Oké. Okay. Oké, okay, biztos vagyok benne, hogy ennyi idő alatt véget kellett volna érni a körének, szóval... fenébe is. A halagolunk, mint a szar. Már nem engedi, hogy feladjam a játszmát. Oké, okay, azt hittem, hogy ez a gomb csak a főmenübe visz minket vissza, de ezek szerint kilép a játékból. Próbáljuk meg ezt még egyszer. Legalább nem számolt a fölversenynek, azt hiszem. Nos. Kivel kedvünk szembe. Fogadjuk, hogy mégis lesz. Mi van, hogy mégis? Nem, egy pala. Oké. Okay. Szia, Shell. I will fight with honor. I must protect the wild. Megtartjuk a Novi Sanchinot, minden más kidobunk, mert haszontalan. Ezt kidobjuk első körbe, aztán hogyha más nem is tudunk felcsinálni, akkor leütjük a kis izéjét, amit kijátszik második körbe, hogyha a Hero Power-ét használja. Ó, egy arany Worgen Infiltrator. Talán a legjobb egybe kerülő minion. Oké, egy Iron Bar Protector, ez még 7 körig teljesen haszontalan lesz. Swampus nem akarom kijátszani, mert ki tudja, hogy mi van még. Ó, megtanulod az Infiltratorról, ez egy érdekes döntés volt. Mi csináljunk ebbe a körbe? Most fokon vágjuk őt. A Fairy Dragont kellett volna megütnöm, már egy Swipe-val ki tudom nyírni akkor. Na mindegy. Jó, vagyok a Light of Pain. Oké, okay, fogom vagyunk a Fairy Dragon következő körbe Swipe. Az Acolyte of Pain-be jutunk 4-et, minden más kinyírunk, ami a pályán van. Aztán utána kijátszunk egy Chill Vindiet-ét, és következő körben fölbuffoljuk ezzel a kettővel. Ó, tökéletes! Egy Swipe-hol teljesen nem tudunk akarítani a pályát. És brutális méretű kárpjárőnybe vagyok. Szuper! Dafuk? Na azért. Már megértem. Ó, hogy az a... Ez a szemét kártya. Na. Jött itt szerencsére. Hát ki tudja nyírni, de jól bele kéne küldeni mindkettőt és egy 5 manába kerülő szörnyet, vagy meg egy 4 manába kerülő szörnyet, szóval... Kérdem, hogy meg kérdem, hogy azt tenni. Szerencsére sűrűn azt a... Oké, okay, mit tegyünk, ez itt egy kicsit kezd problémás lenni. Mondjuk, hogy kijátszunk egy Questing Adventure-t, adunk neki valamit, amire válaszolnia kell. Felbuffoljuk a Yetit. Én természetesen felbuffolja az Adventure-ünket is, és üssünk Claw-val. Nem ütünk Claw-val. Következő körben emeli meg, akkor tovább buffoljuk az Adventure-t. Humanity. Szemét láda. És egy Boulder Fist Ogre. Ez szép volt. Ezt bizony vesztettük. Egy Claw-val... még úgyse tudom kinyírni, szerencsétlen. Szóval... Tontot nem tudok előhozni, mert az Iron Barkomhoz több mana kéne, és... Red Creed nem tudok semmit a pályáról. Ez szép volt. Well played, I can see. Korábban ki kellett volna játszani a Swampust és 74 az irányítást a pálya fölött. Fenébe. Próbáljunk meg még egy lemetet. Pekünk volt egy kicsit. Mondjuk nem is húztunk a legjobban.
se egy Innervate, se egy Wild Growth, se semmi, mint első körbe tudtunk volna játszani, de ez van. Most belefutok ugyanabba a paladinba. Egy priest, oké. Na lássuk. Megtartjuk a Silence-t. Nem hinném, hogy ilyen gyorsan Silence-ra lenne szükségem. Claw, Innervate, Chillwind Yeti. Oké, első kör Chillwind Yeti. Egyértelműen. Oké, remélem, hogy nem az Innervate-emet nyújta le. Arra megkiúztuk a Silence-ünket, szóval ha kijátszik egy Questing Adventure-t vagy valami hasonlót, akkor rá tudjuk nyomni, és... Chillwind Yeti. Ja, a múcsá. Következő körben, hogyha kijátszik valamit, akkor leszilence-eljük, hogyha nem, akkor... Szerintem egyszerűen pofon vágjuk a shapeshiftünkkel. Vagy esetleg, hogyha mondjuk egy Shield Bearer-t vagy... Nem. Elfrancsod, ugye, hogyha valami ilyesmit játszik ki, amit nem tudunk leszilence-elni, de nem ártanak ilyenni, akkor belenyújunk egy Claw-t. Oké, semmit nem játszik ki. Ez esetben... még nem bakjuk a Yetit. Ryre, az nem jön fel. Nem jön fel rá a Innervate-et, azt inkább megtartjuk, hát ha tudom belőhozni mondjuk egy hatodik köri Iron Bar Protector-t, vagy valami ilyesmit. Szóval várunk. Egy Grizzly. Erre tartogattam a Claw-t. És ismételtem pofon vágjuk a Yetit-tel. Na, pofon vagy félhetik, hát na azért. Következő körben szerintem kijátszunk még egy Yetit. Két Yeti jobb, mint egy. Nem igazán tud mit csinálni, szerencsétlen. Ó, kijátszik egy Yetit, oké. Nekem már két Yetim van. Valószínűleg bele fogja futtadni az egyikbe, aztán kinyírja valamivel. Talán egy... elő egy hajnomát, vagy ilyesmi. Igaz, mondjuk jó lenne, mert azon fog is hívelni ugye a sajátját. Hajnova? Nem, Dark Skill Healer. Oké. Tudjátok mit? Kiadtunk egy Fan Creepert, és meg fogjuk minél gyorsabban lerássalni. Az, hogy kinyírja a fanclipot, bele kéne futtatni egyet itt. Mondjuk azt hiszem ki tudja nyírni egy Shadow World Pain-nel. Azt hiszem 3 damage működik. Ja, Shadow World Pain. Ez egy kis hiba volt. Most kinyírja a tagájából a kisebbik yetimet, a damage-et meg belefutatja a sajátomba, vagy a nagyobbikba, vagy megtámad vele. Jó, sejtettem? Valószínűleg a következő körből buffoljuk a yetit. Nem, fölhíli a yetit. Ahhoz egy személy manőver lesz, valamelyiket fölhílei. És húzul le egy kártyát, aztán belefutatja ebbe itt. Jobb. Fölhíli egy maxra azt a yetit, és... belefutatja az enyémbe, utána pedig heal-el rajta egyet. Ja. Nem? Nem. Buffolja, mivel a... Divine Spirit-tel a... Mortuary Cleric-et. És nem futtatja bele az én yetimbe, fura. Meg tudjuk elölni. Elbakoljuk Yetinket, amennyire tudjuk. Leszilence-eljük a Krediket, mert nem akarom, hogy túl sok kártyát húzom belőle, és megtámadjuk. Van 4 damage a kezünkbe a swipe formájában. Minél gyorsabban ki kell nyírnunk. Lehet, hogy bele kellett volna Innervate-elnem egy shapeshiftbe, és ki kellett volna nyírnom. Aki azt megöri azzal, hogy belefutatja valamelyiket ebből a kettőből. Ja, magát, és kinyírja a Shadow Sanctuary-t a Yeti-ével, oké. És mit játszik ki ehhez? Toad Steel, oké. Remélem semmi jót nem húzott. Következő körben kijátszik ilyen Iron Bar Protector-t, akkor nagyon ideges leszek. Novice Engineer, remélem ezt húzta tőlem. És jelje a Yeti-ét, ami nem biztos, hogy a legjobb ötlet, ugyanis... jó esélye, ki tudom nyírni majd valamikor mostanában. Kijátszunk a Gurubashi Berserkert, és megütjük.
Szerintem következő körben csapjuk a Gurubashi van valamelyik egy-egyesét, aztán utána neki megyünk. Ó, oh, okos. Most befutatja a két egy-egyesét és kinyírja. Ez egy szép megoldás. És megtámad a Yetivel. Addig le kell swipe-olnunk a Yetit és kijátszunk egy Spellbreaker-t. Ó, egy Morgan, oké. Leswipe-oljuk a Yetit és kijátszunk egy Spellbreaker-t, pont. Vagy egy Iron Bar Protector. Nem. Leswipe-oljuk a Yetit. Spellbreaker a Morganra. És ennyi. Következő körben Iron Bark, és kihúzunk valamit, akkor esetleg egy Inner Vate-tel talán ki tudjuk játszani. Az a baj, azt hiszem ez egy Slime-on van a pakliban. Fenébe, 6 életed van innen, már nem lész meg előlem. Remélem, hogy eddig nem tartogatott egy Shadow World Death-et. Mondjuk legalább 3 kártya abban a kézben az enyém. Talán a Morgant is tőlem húzta, nem tudom. Legalább 2 az enyém. Ó, egy Gurubashi, ez biztos tőlem húzta. Ó, és nem hideni magát, oké. Power Word Shield, ez nem fog segíteni, mert kiadsz egy Iron Barkot, és aztán tudod megölni így se. Remélem, hogy nincs Shadow World Death-je. Rányomjuk egy Inner Vate-et, és kiadszok egy Power of the Wild-ot. Ja! Olivia, itt az idő. Mielőtt a fejlődés ki kell raknunk a pályára. Oké, szerintem nincs Shadow World Death-je, mert azt reflexből elnyomta volna. Buffolja... Azt nem mondta, hogy van nálad egy Inner Fire. Ez a kettő kártya baromi OP. 3 manáért előrántott a segélyből egy 18-18-as. Ami most már egy 21-18-as. GG. Hogyha nincs tontja, akkor talán még ki tudjuk nyírni. Talán ki tudjuk nyírni. Azt ott belefutatja a bot. Föltételezem. Marco Dwight, oké. Okay. És belefut, hogy meghal szerintem, mert ugyebár az 3 ad damage el, és azt hiszem meghaltunk. Reméljük, hogy nem tud minket kinyírni még. Igazából az lenne az ideális, hogy ki tudnék húzni egy Spellbreaker-t. De úristen. Ez a két kártya eszméletlenül OP-é tud lenni néha. És Hillary, ebből húz egy kártyát, és felderzem kiíti a Questing Adventure-ra, mert nem akarja, hogy a következő körben kijátszok 5 kártyát, és nem tudok kijátszani 5 kártyát, mert nincs kártya a kezembe, és ezt ő is tudja. Na igen, ez az oka, amiért azt mondom, hogy a Divine Spirit baromi OP. Erre rájössz 2 Divine Spirit-et, az kerül azt hiszem összesen 4 manába, és van egy 20-20-asod. Viszont ezt a meccset elvesztettük. 3 damage, 4 damage, ja, elvesztettük. Szép. Hát ez eléggé silalmas volt. Minden mondjuk valahol is fenntartom, hogy ez a két kártya szerintem OP, főleg kombinációban. És ugye szinte mindig kombinációban használják, mert a Priest pakliba van. Na mindegy, van még helyen még egy meccsre vajon? Nope! Ebben az esetben ez volt én már a Matabarna, ez volt itt a lát, akkor kockuljunk harcolni, és találkozunk a legközelebb, addig is a viszont nincs intro. Mármint outro!